képviselőtestület 2000. március 16-án csütörtökön maratoni testületülést tartott. A 10 éves működése alatt ez volt a második leghosszabb testületülés abból a szempontból, hogy 32 napi rendi pont megtárgyalására került sor. A nézők közül bizonyára sokan látták már az erről szóló közvetítést, ezért úgy gondolom, hogy a legfontosabb napirendi pontoknak a vázlatos ismertetése lehet most a tisztem. Még tájékoztatásul elmondanám, hogy ez a 32 napirendi pont megtárgyalása azért elég komoly előkészítő munkát igényelt. Az előterjesztések összességében közel 120 oldal terjedelműek voltak, és ennek az előkészítéséhez, sokszorosításához 5500 darab A4-es papírt használtunk el. Úgy gondolom, hogy ez nagyszerűen bizonyítja a képviselőtestület elé kerülő anyagnak a mennyiségét. Tehát a március 16-ai testületülésen néhány önkormányzati rendelet módosítására, illetőleg egynek a hatályon kívül helyezésére kerül sor. A képviselőtestület az önkormányzati bérlakásokban lakó bérlők lakbértámogatásáról szóló rendeletnek a módosításáról döntött. A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeleteknek szintén a módosítását fogadta el, ami ugye a szabálysértési törvénynek a módosítása miatt vált szükségessé. Ezen kívül szintén rendeleti formában a helyi képviselők, bizottsági elnökök, elnökhelyettesek, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet módosították, valamint megállapították az alpolgármester, a polgármester, a jegyző és az aljegyző illetményét. Meghallgattak néhány tájékoztatót a városban működő egészségügyi, illetőleg szociális intézmények munkájáról, így a mentőállomás 1999 évi működéséről, a város logopédiai és pszichológiai szakszolgálatának működéséről szintén. Elfogadták a Hajdonánás Építőszolgáltató Kft.-nek az üzleti tervét, és megválasztották a felügyelőbizottság új tagjait, tekintettel arra, hogy 2000. március 31-én a megbízatásuk a régi felügyelőbizottság tagjainak lejárt. Jóváhagyták a 2000 évi költségvetésben települési infrastruktúra fejlesztési fenntartási szakfeladatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználására vonatkozó keretből a különböző fejlesztések, karbantartásoknak a listáját, jádaépítéseket, utat, közvilágítást, egyebeket. A önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséről döntöttek, ami nagyon fontos lehet a önkormányzati lakásban lakó bérlők számára. Ez azonban még csak egy elvi döntés volt, és a képviselőtestület következő ülésére kerül majd az az önkormányzati rendelet a képviselőtestület elé, ami az értékesítésnek a konkrét feltételét fogja szabályozni, illetőleg meghatározza az értékesítés kezdetét is. A képviselőtestület még egy nagyon sokakat érintő és érdeklő kérdésben hozott döntést a Bocskai Filmszínház további sorsáról. Ugyanis bizonyára sokan látták már, hogy néhány hónapja a Bocskai Filmszínház üresen áll, és ezért, miután az Okkal Másokkal Ifjúsági Egyesület egy hasznosítási javaslattal fordult a képviselőtestülethez, ezért ezt tárgyalták meg a képviselők, és ifjúsági házként való működéséről döntöttek. Némi támogatást nyújtanak az egyesülethez ennek az ifjúsági háznak a működtetéséhez, és jelenleg áldásukat adták arra, hogy 2000. december 31-ig működhessen az Okkal Másokkal Egyesület elgondolásai szerint a ház. Néhány önkormányzati tulajdonú ingatlannak a hasznosításáról, az értékesítéséről is döntöttek. Ezek közül kiemelném a Rázdomb környékének a hasznosítási koncepcióját, ami arra vonatkozik, hogy a Millecentenáru Emlékparknak a fenntartása, karbantartása, rendbetétele érdekében egy olyan pályázóval szeretnének szerződést kötni, aki vállalná ennek a területnek a
karbantartását, ugyanakkor viszont valamilyen sportcélú hasznosításra jelentkezne erre a területre vonatkozóan. A csalássegítő és gyermekjóléti szolgálat elhelyezésére sikerült új helyiséget találni a képviselőtestületnek. A Kisfaludi utcán kerül majd elhelyezésre a csalássegítő és gyermekjóléti szolgálat, nagy valószínűséggel május hónaptól kezdődően. Döntés született az egészségügyi szakellátások privatizációjára vonatkozóan. Továbbra is támogatni kívánja a képviselőtestület a privatizálni szándékozó szakorvosokat, és erre vonatkozóan ismételten a következő testület ülésre kerül majd be az a vállalkozói szerződés tervezet, amit a szakorvosokkal majd megkötni szándékoznak. Néhány egyedi kérelemnek az elbírálására is sor került, ez egyrészt, mint már mondottam, ingatlan értékesítésre vonatkozott, másrészt pedig külső szerveknek a kérelméről. Pályázati támogatásról is döntött a képviselőtestület, a Móriczpál Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközbeszerzéseinek a támogatásáról, illetőleg a 2000 évi közmunkaprogramon való részvételhez történő hozzájárulásról. Döntés született arról is, hogy a Kabai János gyógyszertárban lévő eszközöket a képviselőtestület értékesíteni kívánja, azonban ennek az értékesítésnek a határidejét felfüggesztette 2000. december 31-ig, mert szándéka szerint eddig az időpontig gyógyszertárként szeretné hasznosítani ezt az épületet, és illetőleg szeretné értékesíteni erre a célra. Úgy gondolom, hogy ezek voltak azok a legfontosabb napirendi pontok, amelyek nem egyedi kérelmek elbírálására vonatkoztak, és a város széles lakosságát érintő döntéseket tartalmaznak. A képviselőtestület márciusi ülésén arról döntött, hogy a Bocskai Filmszínház épületét átadja az Okkal Másokkal Ifjúsági Egyesületnek. Pontosan milyen feltételekkel kaptátok meg az épületet? Elsőként a pénzügyi feltételek lettek tisztázva. Jelenleg az azt jelenti, hogy az Okkal Másokkal Ifjúsági Egyesület megkapja a Róna Hír irodájából származó bevételt, a bérleti díjon, illetve 500 000 forintot kap az önkormányzattal működési költségek fedezésére. Mit szeretnétek az épületben csinálni, hisz fiatalokat érint ez a kezdeményezés? Mindenképpen megtartjuk a mozi funkcióját az épületnek, tehát ezentúl is moziként fog működni, illetve mi mellé szeretnénk egy ifjúsági házat ezzel együtt működtetni. Ami azt jelenti, most első körben, amire talán pénzünk is lesz, hogy meg tudjuk valósítani, hogy egy multimédiás információs, ifjúsági információs központot szeretnénk beindítani, illetve a belső térben egy kávéházat, egy jazzcafét szeretnénk beindítani, amivel kapcsolatban fontos megjelzni, hogy alkoholt és dohányárut nem árisítunk, és nem is lehet fogyasztani az épületben. Ez a multimédiás központ lényegében mit takar, milyen kezdeményezéshez? Ez azt a szélt próbálja lefedni, azt a kérdéskört próbálja lefedni, hogy a városban nem sok olyan hely van, ahol a diákok be tudnak menni esetleg internet elérést céljából, illetve szakdolgozatot kinyomtatni, megírni. Tehát ezekre a kérdésekre próbál mi megoldást találni, illetve az információs része az pedig tökéletesen megegyezik azzal, amit Debrecenben a Mezőn Ifjúsági Információs Iroda szolgál. A fiatalok közül mégis milyen életkorúak fordulhatnak hozzátok ez ügyben? Gyakorlatilag az általános iskola hasonlóasztályától kezdve a főiskolán egyetemen tanuló diákok keresztül mindenki. Mégis hogyan működnének ezek a szolgáltatások a filmszínház épületében? A film, tehát a filmvetítések, a mozi, az egyről heti 3 alkalommal indulna, aztán meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet bővíteni, illetve milyen irányba lehet elmozdulni. Összes többi szolgáltatásokat egyre még korai volna meghatározni, bár szeretnénk már délőttől nyitva tartani az ifjúsági információs irodát, és ehhez délután nyitna hozzá a kávéház, de ennek jogi részét még tisztelni kell. Nagyon sokan vélekednek a filmekről, hogy sok amerikai filmet néznek a gyerekek. Ti mégis milyen filmek vetítését szeretnétek csinálni? Mink is ugyanezt halljuk, tehát ebbe az irányba mindenképpen el kell mozdulni. Mi úgy gondoljuk, hogy megtudjuk mindenképpen azt a funkciót a mozinak, hogy premierfilmeket mutasson be. Emellé mi nyilván visszamenőleg
régebben látott filmeket, illetve nem amerikai filmeket is szeretnénk műsorra tűzni, de erre most is van lehetőség azoknak, akik ilyen filmeket szeretnék nézni, hiszen működik az Egyesületnek a filmklubja, és a filmklub ebben az épületben is tovább fog működni, tehát gyakorlatilag művészeti filmeket is meg lehet nézni majd. Az elmúlt napokban a tűzoltóság dolgozói a város központjában lévő parkban található fák közül hármat kivágtak. Sajnos a fák eltávolítása szükségessé vált, hisz megöregedtek, elkorhadtak, mondhatni eljárt felettük az idő. A fák pótlása, a park rendezése a közeljövőben fog megvalósulni. Igen, három darab fára, nagyobb fára, fának a kivágására került sor, ami a három fa közül kettő üreges beteg volt. Egy fa ezek közül még valamilyen fa betegség is megtámadta, tehát balesetveszélyes is volt a háromból kettő. Egyik része ez, emiatt kellett a fákat eltávolítani, a másik dolog pedig az, hogy egy néhány év alatt szeretnénk itt a város főterén fokozatosan a feleslegessé vált fákat kivágni, ezeket a fákat újabb csemetékkel, erősebb csemetékkel pótolni, és egy téglalap alakú parkot szeretnénk itt konkrétan az emlékmű körül kialakítani, amit két fasor szegélyezne, és valahol középen kialakítanánk egy virággal beültethető részt. Közeljövőben kívánják ezt a feladatot megoldani, vagy van egy bizonyos határidő, ameddig meg kell csinálni? Igen, ezt, mint mondtam, több év alatt szeretnénk kialakítani, mert a zöldövezetet nem szeretnénk itt egyszerre megszüntetni a főtéren, hanem a fákat fokozatosan több év alatt kivágni, és azoknak a pótlását pedig annak megfelelően elvégezni, ahogy a fáknak a kivágása megtörténne. Mivel itt már megtörtént annak a három fának a kivágása, a pótlást azt mikor szeretnék biztosítani? A pótlás április hónapban meg fog történni, április 20-áig szeretnénk ezt a munkát befejezni az erdészettel, illetve a facsemetekertel. Ez le van beszélve, és konténeres erős fákat hoznánk, ami hamar, rövid időn belül megerősödnének, és szépen mutatnának itt a főtéren. Milyen fák fogják szépíteni majd a város főterét? Szeretnénk kőrisfát, vagy valamilyen díszfákat beszerezni, még az nincs eldöntve, hogy egyforma minőség, illetve egyforma fajtájú fát ültetnénk, vagy megpróbálnánk többféle fával ezt pótolni, aki ilyet ott kiszedett fákat. A város más területén is végeznek ehhez hasonló munkálatokat, újabb parkok létesítését tervezik-e, vagy csak most kifejezetten a főtérre irányulna ez a gondozás? Újabb parkok létesítéséről nem tudok. Nekem szívügyem a volt Zsuga Imre lakótelepnek a belső udvara, hogy így mondjam, de ott is sajnos az a probléma, hogy mindenki minden rendező elv nélkül ültette a fákat, illetve amik kimaradtak, illetve kikeltek, azokat meghagyták, és sajnos, hogy ott is fákat kell kivágni ahhoz, hogy egy normális rendezett parkot tudjunk létrehozni. Tavaly elmúlt évben ültettünk fákat, ebbe az évbe is, amelyik kipusztult, meg kell mondani, hogy nagyon kevés pusztult ki, azokat pótolni fogjuk, és ott is egy pár éven belül nagyon szeretném, hogyha egy szép part jellegű dolog alakulna ki. Ezzel a kis zöld szigettel ellentétben párhuzamosan szinte a templomkertben is végeznek hasonló munkálatokat. Ott milyen munkálatokat fognak még végezni? Igen, az elmúlt hetekben a templomkertben is történt néhány fának a kivágása. Sajnos ott is, mint ennél a parknál, ezek a problémák jelentkeztek, hogy a jó szándékot feltételezve ugye mindenki próbált valahogy valamilyen fát oda telepíteni, de sajnos, illetve nem sajnos, hát ezek a fák megnőttek, és ugye a teret annyira betöltötték, hogy egyáltalán nem volt park jellege a templomkertnek se, és ezért kellett néhány fát kivágni, illetve a
tujaféléket a 98-as, 97-es tél annyira tönkretett, az erős havazás leszaggatta, megdűtötte a fákat, hogy azokat is ki kellett vágni, de azokat is amennyire lehet pótolni fogjuk. A templomkertben még a fákat legaljaszták, ott egyetlen egy fa a halott kiírótábla mellett, ami életveszélyes, üreges, az feltétlenül a kivirágzás, illetve a kilombozás előtt feltétlenül ki kell vágni, mert az nagyon balesetveszélyes. A kivágások ellenére ott is szándékoznak esetleg törpébb jellegű fákat vagy cserjéket ültetni? Törpébb jellegű fákat fogunk ültetni, és egy kertész mérnöknek, aki a városba gyakorlatilag végzi a növényvédelmi munkákat, neki a szakvéleményét kikértük, vele egyeztetve történnek ezek a munkálatok jelenleg és a jövőben is. A férfi felsőruházati termékeket gyártó Mode 3H Textilipari Kft. Március 18-án a Móricz-Pál Művelődési Központ színháztermében tartotta szokásos évi közgyűlését. A közgyűlésen megjelenteket Gál Zoltán, az est házigazdája köszöntötte. Ezt követően Daróczi Balázs ügyvezető igazgató tartotta meg beszámolóját, a Kft. Elmúlt évi tevékenységét értékelve. Az elmúlt évben is, mint hasonlóan az előző évekhez, stabil vevőkörrel rendelkeztünk. Legjelentősebb partnereink a Holland Modens, a francia Sadev és a német Cavallo cégek voltak. Belföldi vevőkörünkben a Miditex mellett megjelent egy-néhány kisebb vállalkozás, akinek szintén öltönyöket gyártottunk, de ez nem jelentős, az összes árbevételünk 3%-át teszi ki. Munkaellátottságunk folyamatos volt ugyan, de nem zökkenőmentes. A Mode 3H Textilipari Kft. Vezetőinek hosszú távú célja a minőség, a pontosság és a megbízhatóság, hiszen véleményük szerint a külföldi piacon csak is így lehet tartós partnerkapcsolatot fenntartani. E három kifejezésre utalt a közgyűlésen Henn Brass, mikor a holland partnerek nevében kért szót. Beszédében elismeréssel nyilatkozott a szakmai vezetésről, amely a három szempontot figyelembe véve végzi munkáját. A Kft. 1999-ben alapította meg az év embere díjat. A cég vezetése az idei évben 6 dolgozóját tüntette ki ezen elismerésen. Vida Imréné, Barkó Imre, Gulyás Imréné, Csíszár Miklósné, Vitányi Lászlóné és Kovács Lajos vehették át közgyűlésen kitüntető díjaikat. A díjak átadását követően került sor a vacsora elfogyasztására. Az est további részében elsőként a Four Fathers együttes gondoskodott a kellemes és jó hangulat megteremtéséről. Mm-hmm.
Ezt követően a debreceni Szalome Tánc együttes táncosai léptek színpadra. A táncosokat követően Szent Martin, a Módebár sztárvendége szórakoztatta a közönséget. Az egyéni előadást újabb csoportos látványosság a Romasó követte. Az est további részében a KFT jelenlévő dolgozói és meghívott vendégei közösen mulattak, táncoltak hajnalig.
A Bocskai Horgász Egyesület vezetősége március 21-én tanácskozott az Egyesület elkövetkezendő feladatairól. Az összejövetel egyik témája a közelgő haltelepítés megbeszélése volt. A Horgász Egyesülethez több mesterséges tó tartozik. A mai megbeszélés tárgya a haltelepítés. Pontosan milyen telepítésről beszélhetünk ilyenkor? Egyesületünk minden évben rendszeresen telepít. Most ez az év egy intenzívebb telepítést eredményez. Most március 29-én fogunk 15 mázsa halat telepíteni az 5-ös számú tóba, ami a gyakorlatilag önkormányzati víz, de az egyesület kezelésében van. Ez a 15 mázsa úgy tevődik össze, hogy 10 mázsa ponty és 5 mázsa amur, ami horogérett, tehát másfél kilós átlagsúlyú halak lesznek. A telepítés után ki felügyeli ezeket a tavakat, hisz azért nem mindegy, hogy kik és hogyan horgásznak ezeken a tavakon? Telepítés után a felügyeletet az önkéntes halőreink végzik. Van 4 vizsgázott halőrünk, részben ők és társadalmi munkában horgásztagjaink vállalják az ügyeletet a tilalom idejéig. A tilalom 29-től április 8-áig szól. Április 8-án horgászversennyel nyitjuk a tavat, és akkor rendezzük meg az Egyesület évi hagyományos halfogó versenyét. Sajnos a tiszai szennyezés miatt a keleti főcsatorna lezárásra került. Mit jelent ez a Horgász Egyesület szempontjából? Önöket milyen mértékben érintette a keleti főcsatorna lezárása? Minket az Egyesület részéről a keleti főcsatorna lezárása közvetlenül nem érintett. A mi vízünk szennyezést egyáltalán nem kapott, hisz nincs összeköttetésbe a keleti főcsatornával. Előnyünk az, hogy magasabban van a vízszintünk, mint a keleti főcsatornáé. Ez bennünket annyiba érint pozitívan, hogy tagjaink közül többen váltanak a saját vízterületünkre engedélyt. Tehát horgászat szempontjából pillanatnyilag le van tiltva a keleti főcsatorna, de a megyei szövetség megkérte az engedélyt a feloldásra, mivel jelentős szennyezést a főcsatorna nem kapott, csak a közvetlen tiszavasvári zsilipnél, ahol meg is fogták a szennyezést. Ennek az engedélynek a megérkezésekor, tehát a tilalom eltörlésére mikorra lehet számítani, mikor valósul meg? Hát ezt konkrétan nem tudjuk, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. A megyei szövetség intézi, és ők, ahogy ezt megkapják, a választ rá a Földművelési Minisztériumtól azonnal fognak bennünket értesíteni. Március 22-e a Vízvilágnapja. A Moritzpál Művelődési Központban az Okkal Másokkal Ifjúsági Egyesületen belül működő Nyitnikék természet- és környezetvédelmi csoport előadást szervezett a Vízvilágnapjára emlékezve. Talán onnan kezdeném, hogy a naprendszerünk harmadik bolygója a Föld. Ha egy idegen civilizáció utasai közelítenének a Földhöz, akkor gyönyörű szép kéknek írhatnák le ezt a bolygót. Egyébként már emberek is leírták ezt, és ezt mondják, hogy egy nagyszerű kék bolygóról van szó, hiszen ha egy Soyuz, vagy egy Apollo, vagy egy Challenger űrrepülőgépre gondolunk, akkor ők azt látják, hogy ez a kékség tulajdonképpen a levegőben lévő vízpára, illetve a Föld felszínén található tengerek és óceánok következtében van, fordul elő. Minél közelebb érnének azonban ezek az emberek, ezek az idegen civilizációból érkezettek, sajnos ezt az idillikus állapotot nem egészen így írnák le, és nem egészen ez jellemezné a Földet a vizek tekintetében, mint ahogy az igazából a messziből, a távolból látható. Sajnos a vizek azok egy úgynevezett megújuló természeti erőforrás kategóriába tartoznak. A megújuló természeti erőforrásokra jellemző az, hogy egyfajta önreprodukcióra képesek, önreprodukálódó képességük van. Tehát magában a természetben igaz, hogy hosszú év alatt, de gyakorlatilag ugyanabban a minőségben vissza tudnak alakulni. Ehhez azonban arra van szükség, hogy vizeinket ne szennyezzük fölöslegesen, mert amennyiben ez a szennyezés, ez a káros anyag kibocsátás egy bizonyos határértéket meghalad, akkor sajnos olyan mértékben sérülhetnek ezek a vizek, amelyek
visszafordíthatatlan folyamatokat fognak szenvedni, visszafordíthatatlan folyamatok történnek ezeknél a vizeknél. Magyarország vízháztartási állapotára az jellemző, hogy mind a két hidrológiai szélső érték, hidrológiai szélső eset előfordul. Egyrészt egy meteorológiai évben káros víztöbletből eredő problémák is előfordulnak, illetve lehet, hogy ugyanazon a területen a vízháztartás egy másik igen súlyos problémája, az asszály jelensége is előfordul. Az első, amikor túl sok víz van az országban, ez megint nem jó, ugye ekkor beszélhetünk árvizekről, illetve belvizekről. A másik eset, amikor nincs elegendő víz a vízháztartási térben, illetve a növénytermesztési térben, ez pedig az asszálynak a jelensége. Egyik sem jó, mindkét esetben az emberi beavatkozás kell, hogy előtérbe kerüljön. A következő igen fontos probléma, ami sajnos napjaink aktualitását jelenti, az pedig a vizeknek a minőségbiztosítási kérdése. A mai előadás a javarészt fiataloknak szólt, viszont mi felnőttek azt hiszem leginkább tehetünk arról, hogy a vízszennyezése ilyen nagy mértékű, mégsem teszünk ellene semmit. Mi ennek a magyarázata, mi ennek az oka? Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy mindenki a saját szintjén, a saját környezetében tud tenni azért, hogy vizeinket megóvjuk a káros szennyeződésektől. Ha vállalatok szintjén gondolkozunk, akkor ma már az európai, nyugat-európai és az amerikai gyakorlatban bevett szokás az, hogy úgynevezett integrált környezeti menedzsment rendszereket kell, hogy a vállalat bevezessen. Ezek az integrált környezeti menedzsment rendszerek, ezeket divatosan talán sokan úgy ismerik, mint EMAS, illetve ISO 14000-es rendszerek. Ezek ma már kötelezően bevezetendők fejlett nyugat-európai és amerikai országokban. Szerencsére Magyarországon is megkezdődtek azok az első lépések, azok az első kísérletek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy ezek a rendszerek Magyarországon is bevezetésre kerüljenek. Az ISO szerint minősített vállalatoknak a száma az Magyarországon ma már közelít a 100-hoz, és rendkívüli növekedési trendet mutat. Ugyancsak a családok szintjén is tudunk gyakorlatilag nagyon sok mindent tenni ezekért a dolgokért, ezeknek a gondoknak a csökkentésért, megszüntetéséért. Az egyik dolog, ami egy magyar valóság, egy magyar állapot az, hogy amíg a vezetékos ivővíz ellátásunk ma már közelíti a 100%-ot, addig sajnos a csatornázottságunk az aránya az éppen, hogy meghaladja az 50%-ot. Tehát valahová ez a víz, ez kikerül, ez a szennyvíz kikerül. Nyilvánvalóan fokozni kell Magyarországon a csatornázottságnak az arányát. Ez a csatornázottsági program, ez nem csak állami feladat, hanem magának a magyar családoknak a tudata, a környezeti tudatosságában is egyfajta hát pozitív attitűd kell, hogy kialakuljon ebben a tekintetben. Tehát mindenképpen mindenkinek érezni kell azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ezt a jövőnkért kell megtenni, a gyerekekért kell megtenni, az unokáinkért kell megtenni. Egyébként erre széles körben ugye divatos fogalom ma már ez a fönntartható fejlődés fogalma, ami tulajdonképpen lefordítva a hétköznapok nyelvére azt jelenti, hogy a természeti erőforrásokkal úgy szabad gazdálkodni, úgy kell felhasználni, hogy azokat hasonló állapotban, hasonló módon tudjuk a jövő generációinak átadni, tehát gyermekeinknek és unokáinknak. A mai napon sem léphetünk még azon át, hogy a cián szennyezés már elhagyta hazánk területét, és újabb szennyezés érte a Tiszát. Az ön személyes véleménye alapján mikorra valósulhat meg az az álom, amely most valóban még csak álom, hogy a Tisza visszanyeri eredeti formáját és eredeti tisztaságát? Talán itt időtartamban, időintervallumban, időtávlatban nem lehet nyilatkozni, ezt tőlem okosabb emberek sem merik gyakorlatilag meghatározni és pontosan megjelölni, hogy mikor fog a Tisza az eredeti állapotába visszakerülni. Nyilvánvaló, hogy az eredeti állapotába a Tisza sajnos nem fog tudni visszaállni,
viszont az eredeti ökológiai állapotot, megközelítő állapotot, azokat én úgy gondolom, hogy képesek leszünk mi, de döntően a természet biztosítani. Ehhez mi emberek csak egyfajta segítséget tudunk adni, ezt a természet fogja leginkább megoldani. Én hiszem azt, hogy a természet az egy olyan bonyolult rendszer, hogy ezeket a problémákat meg fogja oldani. Mi tudunk ebbe segíteni. Tehát rendelkezésünkre állnak azok a vízgazdálkodási lehetőségek, amelyek segítségével hozzá tudunk járulni a Tisza megközelítően eredeti állapotba történő visszaállításához. Itt elsősorban arra kell, hogy gondoljunk, hogy holtágakban, hál' Istennek most belvízcsatornákban, víztározókban azért az az eredeti élővilág valahol megtalálható, és gyakorlatilag ezeket hát vízgazdálkodási folyamatok segítségével, beavatkozások segítségével gyakorlatilag vissza tudjuk a Tisza medrébe juttatni. Nyilvánvalóan ez egy nagyon hosszú folyamat. Minél egyszerűbb élőlényről van szó, ez a visszaállítás az eredeti állapothoz, annál rövidebb időt vesz igénybe. A tápláléklánc minél magasabb pontján, minél magasabb szintjén van egy élőlény, az annál inkább hosszabb idő intervallumot vesz igénybe. De én hagyd ne vállalkozzam arra, hogy most megmondom ezt időpontban, hogy körülbelül mikorra várható. A Móricz Pál Művelődési Központ galériájában március 21-én nyílt meg Bertalan Ferenc festőművész kiállítása. A kiállító ezúttal csendéleteit, tájképeit tárta a nagy közönség elé. A kiállítást március 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Március 18-án magabiztosan nyerték hazai mérkőzésüket női kézilabdásaink. Ezúttal a Gyulai Együttes volt az ellenfél. A lányok fegyelmezett jó játéka és a hazai pálya előnye elégnek bizonyult a biztos győzelemhez. A végeredmény 24-20. Török. Nádházi. Pihodova. Török. Nádházi. És itt az újabb gólunk. Az NB2-ben játszó férfi kézilabda csapatunk számára is megkezdődött a tavaszi bajnokság. Első mérkőzésüket hazai pályán játszották március 19-én Nádudvar együttese ellen. A fiúk számára már az első játékrészben biztos volt a győzelem, hisz tér felett 13-4-es hazai vezetésnél cseréltek. A második félidőben a nádudvari csapat megpróbált a gólkülönbségen faragni, kevés sikerrel. A hazaiak jó játékkal 28-18-ra nyerték első bajnoki mérkőzésüket. Futballistáinknak nem kedvezett a március 19-i nap. Első vereségüket szenvedték el hazai pályán Kisvárda együttesével szemben. Már a 19. percben vagyunk. Ezen kell túl lennünk, és akkor
akkor fellélegezhetünk. Veszélyesen szárba a szöglet, átszáll a fejek fölött, és sajnos az ellenfél megszerezte a vezetést, középen abszolút lyukas maradt a védelmünk. Gólszerző a 9-es számú Lehocki, 20. perc, érthetetlen ez a leállás. Ez hideg zuhany volt, az egyébként is hűvös délutánon. Nagy Zoli vágtatott hátra, és most van baj. Pap Imre elcsúszott, Szilágyi tör előre, Pongor Attila kilépett, ez bizony 11-es. Pongor piros lap, kiállítja. Tizenegyest ad, nem volt mit tenni. Na nézzük, mi lesz a vég. 9-es lehoz, kifut neki. És hát a jobb sarokba vágja a labdát, az nagyon belőtte. Nagyon berúgta a jobb sarokba. Erővel. Ez bizony fájdalmas. Gencsi jó irányba indul, de nagyon erősen lőtte meg 9-es Lehóczki. Hajrá!